Köszöntöm Önöket, hamarosan kezdődik az Ifjúsági Házban a Karcagi Sport Egyesület eredményes sportolóinak a köszöntése. Szepesi Tiborral beszélgetünk. Itt látjuk a rengeteg pólót, ami azt jelzi számunkra, hogy ismét eredményesek voltak a karcagi sportolók. Hány diák és felnőtt sportoló kap ma itt elismerést? Üdvözlöm a televízió nézőket! Egy picit ki kell, hogy javítsam, hiszen nem csak a Karcagi Sport Egyesület versenyzői, hanem Karcag város eredményes sportolói, ugye nem csak az egyesületi keretek között, hanem a különböző oktatási intézmények keretei között sportolók is köszöntve lesznek. Immáron 10. alkalommal kerül megrendezésre ez a rendezvény, ahol Karcag város önkormányzata elismeri azokat a sportolókat, akik országos versenyen, diákolimpián, magyar bajnokságon, nemzeti bajnokság különböző osztályaiban, kiemelkedő osztályaiban első és hatodik helyezettek lettek valamilyen kategóriában, súlycsoportban, sportágban. Nagyon sokan vannak minden évben, én azt gondolom, hogy az a közel 100 fő, amelyet átlagosan megszoktunk az előző években, az idén is majdhogy nem sikerült, hiszen 83 olyan versenyzőt köszönhetünk a mai napon is, aki ezeknek a kategóriáknak megfelelt. Öröm az, hogy kimagasló eredmények is születtek az előző évben, tehát újra volt nemzetközi szinten is kimagasló eredményt elért versenyzők, sakkozóként, illetve karate sportágban, és ez majd nyilván ki fog derülni, azt gondolom a díjátadásból is. A másik része pedig ennek a köszöntésnek, azoknak a felkészítőknek, edzőknek, testnevelőknek a munkája, akik nélkül nyilván ezek az eredmények nem születhettek volna meg. Akkor én azt kívánom, hogy nagyon sok ilyen hasonló, mint a tavalyi eredmény szülessen ebben az évben is, mint egyéniben és csapatsportágban is. Azt gondolom, hogy a KSH-hez minden feltételt biztosít a szakosztályoknak. Így van, próbálkozzunk azzal, hogy ne a sportolón, ne az edzőn, ne az ő akaratukon, vagy hiányukon múljon az, hogy eljutnak versenyzőink különböző országos bajnokságokra, nemzetközi versenyekre. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy a mai ünnepség az egyrészt szól a sportvezetőknek, és szól azoknak a támogatóknak, szponzoroknak, akik önzetlenül a sportolók, edzők mögött állnak, és hát óriási köszönet a szülőknek, akik nélkül azt gondolom, hogy nem érhettünk volna el közösen ilyen szép eredményeket. Köszönöm szépen! Mi is köszönjük, és jó sportévet kívánunk Önöknek! Köszönjük szépen! Dobos László polgármester úrral beszélgettünk, hiszen egy nagyon szép ünnepség kezdődik hamarosan. Köszöntjük azokat az eredményes sportolókat, akik 2015-ben szép eredményeket értek el. Ez minden évben öröm az Ön számára, mint testnevelőnek. Nagyon sok póló van ott, tehát azt gondolom, hogy igen, csak eredményes volt a 2015-ös esztendő. Igen, hála jó Istennek, nagyon sok szép eredményt elérő versenyzőt, sportvezetőt, edző, testnevelő tanárt köszönhetünk a mai napon is. Immáron 10. alkalommal, hiszen egy évfordulóhoz érkeztünk, 10 évvel ezelőtt kezdtük el itt a városban azokat a jó sportolókat és felkészítőiket egy kis ünnepséggel megdicsérni és további jó munkára ösztökélni, akik valóban erejüket, munkájukat, vérüket, verítéküket adják azért, hogy jó eredményt érjenek el. Egészen pontosan azokról van szó, akik az országos döntők legalább első 6 helyezettjei közé tartoznak, és ez egy csodaszép eredmény és nem kis teljesítmény. És hát azt gondolom, hogy az is nem kis teljesítmény, hogy látunk ismerős arcokat, akik megint itt vannak, tavaly is itt voltak, tehát ez azt jelenti, hogy fokozatosan tudják hozni az elért eredményeket. Hát ezt azt hiszem, hogy ahogy szokták mondani, sportzsargonban ezt várja a szakvezetés, tehát hogyha valami elkezdődik egy minőségi szinten, akkor az folytatódjon is egy ugyanolyan színvonalon. Nyilvánvalóan ez a közös érdekünk, és hát ez örömteli, hogy régi arcokat látunk, jó néhányat, de az is öröm, hogyha új tehetségek tűnnek fel. Az önkormányzat mindig is fontosnak tartja a sport támogatását, bár még a költségvetés előtt vagyunk, de remélhetőleg idén is lesz erre keret. Természetesen, tehát a sport, a mozgás az egy nagyon fontos az ember életében, az emberek életében, és ezt egészen fiatalon kell elkezdeni, fiatalon kell megszerettetni a mozgás örömét a gyermekekkel.
ehhez persze támogatás kell, lehetőségek kellenek. Erőnkhöz képest, sőt azt kell mondjam, hogy sokszor erőn felül túl is segítjük mindazokat, akik ezen a területén dolgoznak, munkálkodnak, sportolnak, legyen az élsport, legyen az tömegsport. Azt gondolom, hogy most a sportolók nevében mondhatom, és a szakosztályok nevében az, hogy tartsa meg ezt a jó szokását a karcagvárosi önkormányzat képviselő testülete még sokáig. Én úgy látom, hogy a mindenkori karcagi városvezetés az partner volt ebben, tehát szerencsés összetételű volt ilyen szempontból is általában a képviselő testület. Érezték, tudták, hogy az épp testben épp lélek elve meg kell, hogy valósuljon, és valóban ahhoz, hogy szellemileg is tudjon valaki teljesíteni, ahhoz fizikálisan is rendben kell lenni, fitnek kell lenni. Köszönjük szépen! Köszönöm az érdeklődést. Dr. Fazekas Sándor miniszter úr a KS elnökeként fogja átadni a díjakat. Azt gondolom, hogy ez mindig emeli a rangját ennek a mai ünnepségnek. Leginkább az emeli a rangját, hogy eredményes év van a karcagi sportolók, gyermekek, fiatalok, edzők, szülők mögött, hiszen nagyon sok szép siker született. Én erre büszke vagyok. Dicséri ez az odafigyelést, a sok gyakorlást, edzést, a sok küzdelmet, és bízom benne, hogy a idejében is hasonlóan jó eredményekkel dicsekedhetünk majd. Itt láttunk azért olyan sportolókat, akik minden évben itt vannak, tehát ez azt jelenti, hogy minden évben nagyon felkészültek, viszont örömmel láttuk, hogy vannak új arcok is. Van utánpótlás, és Magyarország egyre inkább halad abba az irányba, hogy a sportban azokat a sikereket hozza, amiket évtizedeken keresztül nyújtott. Itt szerintem egy hasznos dolog az, hogy a sport infrastruktúrának a kiépítése, edzőtermek, csarnokok, stadionok az egy elég jó ütemben halad, és a saját területemről is szeretnék ezt hozzátenni, hiszen az erdészetek, nemzeti parkok jó néhány tanúsvényt, turistaútvonalat, lovaglóútvonalat alakítottak ki az elmúlt években a megfelelő kiszolgáló létesítményekkel, tehát aki akar sportolni, mozogni, az erre ott kedvező terepre talál. Reméljük, hogy jövőre is legalább ugyanennyi sportot fogunk köszönteni, hiszen ez a város szempontjából is egy nagyon fontos eredmény. A városnak ez egy büszkeség, és hát azon vagyunk valamennyi, hogy minél többen legyenek sikeresek. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen! Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves vendégeink! Karcagváros önkormányzata, az Oktatási Kulturális Sportbizottság, valamint a Karcagi Sportegyesület nevében tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket mai rendezvényünkön, rendkívüli bizottsági ülésünkön, ahol Karcagváros eredményes 2015 évben eredményes sportolóit köszöntjük. Engedjék meg, hogy külön tisztelettel és szeretettel köszöntsem dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter urat. Köszöntöm Dobos Lászlót, Karcagváros polgármesterét. És köszöntöm Szlatényi György urat, a Katolikus Iskolák Diáksport Szövetségének főtitkárát. Külön köszöntöm a képviselőtársaimat, a Sportbizottság, az Oktatási Kulturális és Sportbizottság tagjait, az intézmények képviselőit, az edzőket, szülőket, testnevelőket és nem utolsó sorban valamennyi díjazott sportolót. Engedjék meg, hogy rendezvényünk elején fölkérjem dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter urat, köszöntjük megtartásával. Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves sportolók, gyermekek, kedves szülők, edzők, tanárok, polgármester úr, tisztelt képviselőtestületi tagok, elnök úr, szeretettel köszöntök mindenkit ezen a igazán fontos és jeles alkalmon. Immáron a jól számolom 10. olyan rendezvényen vagyok, ahol a város sport életének meghatározó sikereit ünnepelhetjük. Gratulálok ez a teljesítményhez. Azt hiszem mindenki, aki itt van, és aki odafigyel a sportra, az tudhatja azt, hogy bizony rengeteg munka, szorgalom, küzdés kell ahhoz, hogy szép sikereket lehessen elérni, meg kell mérkőzni a természettel, nem ritkán a körülményekkel, a versenytársakkal és legtöbbképpen saját magunkkal ahhoz, hogy a dobogónak a kiemelt pontjaira, fokára tudjunk állni. Én büszke vagyok arra, hogy a mögöttünk lévő esztendőben is szép sikerek, komoly eredmények születtek. Ez jó alap nyilván arra, hogy 2016 is egy emlékezetes esztendő legyen a karcagi sport történetében. Azt el szeretném mondani, hogy
a nemzetügyek kormánya részéről olyan kiemeltet a sport, amelyet nem csak szavakban, de tettekben is megfelelően igyekszünk kezelni. Erre tanúskodom a különböző sportlétesítmény fejlesztési programok is, olaj torna termeképítése. Ide tartoznak a stadionok, lovas pályáknak, lovas stadionoknak a fejlesztése, beruházások, nevezés az olimpiára, különböző világversenyekre, és sorolhatnám tovább, hiszen azt hiszem, hogy a tisztelt jelenlévők egyaránt valamennyien tudják azt, hogy ezen a területen milyen komoly mozgás van. Talán a saját területemről, a mezőgazdaságban is van olyan dolog, amire felhívhatom most a figyelmet. Nem okvetlenül karcolom, hiszen ez nem egy túlságosan erdősült vidék, de azért, hogyha az országban a hegyvidéki területein járunk, erdőkben, dombvidékeken, akkor látható az, hogy az elmúlt években több száz kilométer túraútvonal, tanösvény, erdélyi tornapályák létesültek, lombkorona ösvények is vannak, amelyek mind-mind a mozgást, a sportot, a természetjárást egyaránt használják, kerékpártúraútvonalak, lovaglóútvonalak, edzőpályák, illetve ebbe a körbe tartoznak evezős pályák, tehát vízi útvonalak is. Én szeretném fölhívni mindenkinek a figyelmét erre a lehetőségre, még ha nem is az adott sporthához kötődik, de nyilvánvaló, hogy edzések és a táj megismerése szempontjából is kiváló. Éljünk ezzel a lehetőséggel, és ezeket a fejlesztéseket az erdőgazdaságok, a nemzeti parkok úgy hajtották végre, hogy ott kilátók, pihenőhelyek, különböző szalonnasütőhelyek, erdélyi vasutak is várják az oda érkezőket, tehát tényleg össze lehet kapcsolni a testmozgást, a sportot a kikapcsolódással is. Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves gyermekek, kedves fiatalok, én gratulálok a sportsikerekhez, jó egészséget kívánok, és azt, hogy ez mindig egy tovább lépéshez szolgáló alap legyen, mindig sikerüljön még nagyobb eredményeket elérni. Sok sikert kívánok a 2016-os esztendőhöz. Köszönöm. Megköszönöm miniszter úr dicsérő szavait, és engedjék meg, hogy mielőtt a köszöntésre, a póló átadásra sor kerül, immár, ahogy miniszter úr is mondta, tizedik alkalommal, és itt lehet látni a díszleten azt, hogy lassan végére érünk a színskálának, de bízom benne, hogy kezdhetjük majd előről, és nagyon sokszor a végére fogunk érni ennek a színskálának, és legalább ennyien töltik meg minden évben a termet. Mielőtt azonban az átadásra kerül sor, egy kis ünnepi műsorral szeretnénk kedveskedni önöknek. Kérem, fogadják szeretettel a Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola tagintézményének műsorát, diákjainak műsorát, a műsort levezeti Plósz Csilla igazgatónő. Kérem, fogadják szeretettel. Kívánok, nagyon sok szeretettel köszöntök minden kedves jelenlévőt, elsősorban titeket, gyerekek, kedves kollégákat és érdeklődőket. Ahogy képviselő úr is mondotta, a Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Erkel Ferenc Művészeti Iskolai tanítványa minden diákjait hallhatják. Elsőként Sipos Karina és Vinis Dóra előadásában Beethoven románca csendülből. A gyerekek felkészítő tanára Dudár segítő tanára. Thank you.
Ari Le Tartarin című darabja csendül föl Urbán András előadásában. Thank you.
hölgyeim és uraim, kedves sportolók, a póló átadásra kerül sor. Felkérem miniszter urat, polgármester urat, főtitkár urat, legyenek kedvesek a pólót átadni. A szokásoknak megfelelően sportágonként kerülnek átadásra a pólók. Minden versenyző, aki több eredményt ért el, hiszen ilyenek is vannak, el kell mondani az év folyamán, egyszer kerül kiszólításra az év legnagyobb, legjobb eredménye alapján. Az országos első 6 helyezések kerülnek a mai napon díjazásra, és a megszokott rend szerint ugye visszafelé kezdjük az eredményeket sorolni. Így országos 6. helyezést ért el birkózásban Domokos Sára. Országos versenyen, országos bajnokságon, Diákolimpia országos döntőn 5. helyezést elért versenyzők következnek, így birkózásban Ordas Tibor. Ők a Karcagi Sport Egyesület versenyzői, míg 5. helyezést kosárlabda sportágban a Karcagi Nagykun Református Gimnázium tanulói értek el, Béres Ildikó Csíkos Illa Laci Beatrix Lipai Anna Nagy Klaudia Németh Csilla, Pap Enikő, Pintér Ágnes, Rácz Lilla. És Varga Vivien. Országos 5. helyezést értek el a Karcagi Szakképzési Centrum Varró István szakiskolája, szakközépiskolája és kollégium strand labdarúgó csapata, Balogh Csaba, Balogh Dávid, Balogh József, Farkas István, Gál István, Katona Tibor, Kovács Benedek, Lázók Sándor, Rózsa Henrik, valamint Fajkó Gergő. Diákolimpia országos döntőben kosárlabda sportágban a Nagykun Református Gimnázium fiú csapata, név szerint Bokor Péter, Csészabó Bence, Kálmán Imre, Kis Tamás, Kovács Bence, Mészáros Gábor, Németh Márton, Őrsi Imre, Rácz János, valamint Szentesi Ákos. Diákolimpia országos döntőn 3. helyezett, tehát a dobogós versenyzők következnek. A kiskulcsosi tagiskola versenyzőjeként Csanádi Zoltán birkózás sportágban.
Duatlon Diákolimpia országos döntőn értek el eredményt a Szent Annai Sámuel mezőgazdasági szakközépiskola és gimnázium tanulói. Kerekes Hajnalka, Kis Barbara, Méhes Gabriella, valamint Regényi Zsuzsanna. Többen közülük a szalagavatójukra készülnek, amelyhez és nyilván az azt követő felvételi vizsgákhoz is, érettségihez sok sikert kívánunk majd nekik. Országos harmadik helyezést ért el karate sportágban Kémeri Mihály. Szintén országos harmadik helyezett, ugyancsak karate sportágban Kémeri Noémi. És Tóvízi István. És lépünk egyet a képzeletbeli dobogón a második helyre, és el kell, hogy mondjam azt, hogy nagyon hosszú még a lista a második, és aztán majd az első helyezettekben is, amelyre külön büszke vagyunk, ugye külön büszkék vagyunk a dobogósokra. Birkózás sportágban országos második helyezett Kis János. Karate sportágban Balog Armand. Szintén karatéban Magyar Szabolcs. Ugyancsak karate sportágban országos második helyezett Mile Vivien. És még mindig a karaténél maradva országos második helyezett Rackó Dániel. A Nemzeti Bajnokság második osztályában, tehát NB2-ben a Karcagi Sportegyesület sakk csapata kimagasló eredményt ért el, hiszen második helyezést szereztek, és amint azt a hírmondóban is lehetett olvasni nem olyan régen a cikkben, ebben a szezonban még veretlen a csapat, amelyhez külön gratulálunk valamennyi játékosának, a NB2-es csapat tagjainak. A csapat tagjai Ádelán Georg Katalin, Daros Radu Marian, Dr. Kozák Otto, és itt most megkérem polgármester urat, hogy most ő legyen kedves majd átadni a pólót, hiszen a csapat tagja Dr. Fazekas Sándor. Csapat tagjai Egyed Gábor, Egyed Zsolt, Fejd János, Fodor István, Gál Sándor, ifjú Kónya László, Kónya László, Kovács Róbert, Kovács Sándor, Kuruc János, Lévai Szorin, Mohácsi Imre, Mózes Ervin, Nagy Szilárd, Pap József, Puha Péter, Rab János, Sebők István, valamint Vízkeleti Pál.
Országos második helyezést ért el Thai box sportágban Palotai Tamás. És akkor az országos bajnokok a dobogó legfelső fokán állt versenyzők következnek a sorban. Diák Olimpia országos döntőn mezei futásban a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola leány csapata ért el kimagasló eredményt. A csapat tagjai Illés Tóth Lotti, Karsai Zsaklin, Szabó Sára Liza, Szabó Zsanna Lili, valamint Tóth Noémi. Országos bajnok lett birkózó sportágban Balajti Gábor, Újfalvi Csaba, Újfalvi Lili, szintén magyar bajnok lett karate sportágban Gyarmati Ildikó, és magyar Levente. Országos bajnoki első helyezett tájfutásban Lévainé Kovács Róza. Három kimagasló versenyző került a sor végére, a képzeletbeli dobogó tetejére, akik ugyan országos bajnoki eredményük alapján mindenképpen megérdemelték volna menet közben akár többször is a pólót, de nemzetközi eredményeik alapján azt gondoljuk, hogy mindenképpen a sor végére, a képzeletbeli dobogó tetejére kívánkozik az ő eredményük. Közülük ketten most is edzőtáborban, versenyen vesznek részt, így távol létükben köszöntjük őket egy nagy tapssal, hiszen országos, korcsoportos Európa bajnokságon Egyed Viktória 39. helyezést ért el, Egyed Judit pedig ugyanezen a korcsoportos Európa bajnokságon 9. helyezést szerzett. Gratulálunk! Köszönjük szépen nekik ezeket a szép eredményeket. Európa bajnokságon dobogós helyet is sikerült karcagi versenyzőnek szerezni, amelyhez külön gratulálunk. Karate sportágban a svédországi Európa bajnokságon második helyezést ért el Kemény Anett. Gratulálunk Anettnek és természetesen valamennyi versenyzőnek, hiszen nagyon erős, tudjuk, a magyar sport, főleg 2016-ban az olimpia évében, amikor egy kicsit fokozottan figyel mindenki a felkészülésre, a sporteredményekre. Úgyhogy gratulálok még egyszer minden versenyzőnknek, minden sportolónknak. És nem érhették volna el versenyzőink ezeket az eredményeket, ha nem olyan szakemberek kezei között készülnek, akik mindent megtettek azért, hogy ezek a gyönyörű eredmények megszülessenek, és bízunk benne, hogy a közös munkának a jövőben is lesznek hasonló, vagy még szebb eredményei, hiszen valamennyiünknek ez a célja. Engedjék meg, hogy a felkészítőknek, edzőknek, testnevelőknek is átadásra kerüljenek a pólók.
Így a Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kiskulcsosi Tagiskola testnevelőinek, dr. Király Józsefnének, és Mikesz István Dénesnek. A Karcagi Sport Egyesület edzőinek, felkészítőinek, Egyed Zsoltnak, Gyarmati Imrének, ifjú Gyarmati Imrének, Lévai Kálmánnak, Rackó György edzőnek, Szűcs Andrásnak. A Karcagi Szakképzési Centrum Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium nevelőinek, Fodor Csabának, és Kis Jánosnak. A Szent Annai Sámuel Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium nevelőinek, akik bár nem tudnak jelen lenni, de távol létükben is gratulálunk nekik, Kun Mariannak és Varga Lászlónak. Köszönjük munkáját a Nagykun Református Általános Iskola testnevelőjének, Orosz Istvánnak. Valamint a Nagykun Református Gimnázium nevelőinek, Kapitány Zoltánnak, Major Jánosnak, Örlős Zoltánnak, és Tóth Barna tanár úrnak. Kedves vendégeink, megköszönöm miniszter úrnak, polgármester úrnak, főtitkár úrnak a közreműködést. Megkérem őket, hogy foglaljanak helyet. És engedjék meg, hogy felkérjem Dobos László polgármester urat köszöntőjére a rendezvény zárszavára. Kedves kollégák, kedves szülők, kedves fiatal sportolók, a mai rendhagyó bizottsági ülés utolsó napirendi pontjához érkeztünk a zárszóhoz. Egy picikét hosszabb lesz, mint az általában véve megszokott bizottsági ülésekkel történő zárszó, de nem lesz túlságosan kimerítő azért. Tisztelt jelenlévők, végtelenül büszke vagyok, hogy ismét eljött ez a nap, amikor köszönhetjük azokat, akik nagyon-nagyon sokat fáradoztak, dolgoztak, tettek azért, hogy eredményeket érjenek el, eredményeket hozzanak saját maguknak, iskolájuknak, szakosztályuknak, csapatuknak, és nyugodtan mondhatom, hogy az egész városnak. Hiszen még ha egyéni sportágban is dolgozik valaki, akkor is egy csapatért küzd, hiszen nem lehetséges az, hogy csak egyedül járjon edzésre, egyedül menjen versenyekre, valamilyen formában egy közösségnek a tagja, és
mint ilyen, az eredményével mindenképpen erősíti, összekovácsolja ezeket a csapatokat, szakosztályokat és nagyobb közösségeket is. Büszke vagyok azért is, mert tudom, hogy ahogy mondani szokták, még lepényevésben sem egyszerű az országos első hat között lenni, hát még komoly sportágakban tevékenykedve. Nagyon jól tudom, hiszen az újak kedvéért mondom mindig, hogy én magam is testnevelő tanár vagyok civilben, és 22 évet tanítottam a Nagykun Református Gimnázium elődjében, a Gábor Áron Gimnáziumban, és tudom nagyon jól, hogy mi kemény munkát kell folytatni azért, akár sportolóként, akár edzőként, testnevelő tanárként, hogy ezek az eredmények jöjjenek. És azt is szoktam mondani, hogy néha nüansznyi dolgokon múlik mindaz, hogy sikerül vagy nem sikerül egy rossz nap, egy időjárás, egy kicsi sérülés, bármi közben jöhet, ami gyökeresen megváltoztathat egy eredményt. És büszke vagyok azért is, mert olyanok is ülnek itt a székek között, a pacsorok között, akik nekem tanítványaim voltak, és most már edzőként, testnevelőként nevelik a fiatalságot, és adják át a tudást, a szorgalmat, a sportszeretetet azoknak, akiknek át kell adni. Büszke vagyok mindenkire, aki itt van, hiszen valamilyen formában hozzátette a munkáját, legyen versenyző, legyen szülő, hiszen a szülői, a családi háttér nélkül nem képzelhető el, a testnevelők, edzők munkája pedig szükséges, nagyon-nagyon szükséges ahhoz, hogy eredményes legyen valaki. A versenyzők között nagyon nem szeretnék különbséget tenni, de hagyd mondjam azt, hogy a legjobban azok előtt emelem meg a kalapom, akik már felnőttként érnek el kiemelkedő eredményeket, és ezt nem csak azért teszem, mert nem könnyű már abban a korban eljutni egy bizonyos szintre, hanem azért is, mert a sportnak is az a lényege, hogy legyen mindig egy példakép valakik előtt. És kik lehetnek? Mindig a legidősebbek, egy szakosztályban a legidősebb tagok, és annak örülnék a legjobban, ha még több idősebb sportoló lenne itt, hiszen azokra lehet fölnézni. Azok mutatják azt, hogy igen, nem csak életen át tartó tanulás, hanem életen át tartó sportolás is létezik, természetesen egy bizonyos szinten. Aki ezt idősebb korban is maga szinten tudja képviselni, az előtt aztán tényleg meg kell hajolni. Legyenek is ilyen példaképek, hiszen ezek adják azt a lökést, akire a fiatalok fel tudnak nézni, akikre fölnézve azt mondhatják a fiatalok, hogy én is olyan szeretnék lenni majd annak idején. Olyan eredményeket szeretnék elérni. Ehhez sok munka kell, nagy kitartás kell, hiszen idősebb korban már azért a vonzás más irányba bőségesen megvan, sok mindenre kell figyelni, a tanuláson, a sporton kívül, de dolgoznunk kell azért, hogy ez így történjen és így valósuljon meg. Tisztelt jelenlévők, az idei, illetve az elmúlt év eredményei igazán imponálóak voltak, méltóak ahhoz a régi hagyományhoz, amit itt tapasztaltunk Karcagon, hiszen mindig ilyen 100 környékén köszönhetjük azokat, akik a belső hat helyzet között értek el eredményt, és én azt kívánom, hogy minimum ennyien, de ha lehet, akkor még többen legyünk a következő évi rendezvényen. Aztán majd előbb kitaláljuk, hogy milyen színű legyen az a következő mez, a színskála az még bőséges, az a legkevesebb. A legtöbb az, amit önök, ti adhattok ennek a városnak, amit én most nagyon-nagyon szívből köszönök meg, és kívánok mindenkinek kitartást, egészséget, akaratot, bátorságot a további szép eredmények eléréséhez. Gratulálok, tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt jelenlévők, bár nem én vagyok a bizottság elnöke, de most átveszem ezt a szerepkört, ezennel a bizottsági ülést és a mai rendezvényt bezárom.
további szép napot kívánom mindenkinek. Köszönöm meg, hiszen, hogy figyelmet.